Hello, sziasztok! Gavin vagyok, MGL 18. Folytatjuk a Fejvár AD19 szezonját. Ha jócskán benne vagyunk a szezonba, már a szezon második felébe. Nézzünk egy kalendát, mert most már, múlt héten játszottam, aztán igazából már is a nyújtságban. Aha, tehát két győzelemmel. Egy 6-2-es győzelem volt és egy 5-2-es győzelem múlt héten, és most, ugye már ezen a játéknapon ugye mindig két meccset játszunk le, DSV-vel játszunk mind kétszer. Hát jó, akkor legyen, megnézzük őket, hogy állnak a tabellán. Szia Áron, hello! Ez FIFA is, majd olyan 3 óra környékén, hogy szólok előre. Na nézzünk egy ki, hogy áll. Ez a már is az egy csapat, akivel most játszunk. Hát a 9. helyen állnak. 29 ponttal, mi ott vagyunk a második helyen, úgyhogy két győzelem és már is befogjuk a Lincet, de ez ugye kellene kettő. Szia Zsombi! Kellene két győzelem mindenképpen. Zsombi, olyan 3 óra környékén megcsináljuk a FIFA-t. Oké, okay. Scott Bartlesz, meg nyitunk egy-két csomagot. Az ennyi. 15 csomagot körülbelül kinyitogatunk, aztán lesz, ami lesz. Na, álljunk neki ennek a meccsnek. Nem tudom, mennyire szoktatok NHL-t nézni? Hát akkor ugye tiszta fejébe szinte, hát a nadrágunk fekete, de ami tiszta fejébe leszünk mi. Tiszta kékbe pedig a VSV, LK, EC, VSV. Miért nem írják ki a normális nevét? Fogalmam sincs. Mindegy. Akkor hajrá Fehérvár! Egyébként gratulálok a magyar ékonom válogatottnak függetlenül attól, hogy nem sikerült a feljutás, nem a legközelebb. Itt most sose sikerült. Nincs még zsombi. Hát akkor kezdjük a meccset. Szurkoljatok! Játék hangot lehet hallani, vagy lehet, hogy nagyon levettem? Na, nehogy már most gólt kapjunk. Jó, majd akkor adok rá egy kis kakaót. Várjál, megnézem, hogy itt a beállításokban lehet-e adni rá. Vagy lehet, hogy az applikációval lealakítva, bárhaton tudja. Nem tudom. Na most mit fúj? Kerüljük el a kiállításokat, mert mindig annyi kiállításom van, mint a rosszabb. Kóger, Dani, mi történt? Semmi extra. Oké, budit elhoztuk. A Skyból tud a kilőni. Köszi, jól vagyok. Kurva meleg van itt a negyediken. Ventilátort meg nem kapcsolom be, ne zöldögjön itt nekem. Csináltátok a Scott Bartlest ma? Játszottátok? De kijött az eheti. Na akkor az első gólig.
Ó, mit védett a kapus? Igen, 3 óra, igen, 3 óra, 4, 3 óra, ja. Így környéke. Nekiállunk a Scott Butlersnak. Na, hozzuk el. Miért nem játszol? Ott a gól! Aha, szóval mással játszott, ez jól van. Én pedig lőttem egy nagy dugót. Múltkor meg azért paraszkodtak, mert túl hangos volt a játék egyébként. Hát túl hangos a FIFA. Meg hogy miért nem zenét teszek be, hát bazd meg. Majdnem ott volt a második. Hát most vagy zenélünk, vagy játszunk. De egyébként csinálok egy zenét, csak igazából nem tudom még úgy normálisan összehozni. Nem tudom, most ahhoz is külön mi kell. Ott a második gyereke. Hát én próbáltam, mit tudom én, pendrive-ról nyomatni zenét, de a szarcsége kurva szar lett a minőség, úgyhogy igazából ez nem is foglalkoztat. Áron, így van, te állandóan nézel engem egyébként, tök jogos, amit Zsombi ír. Kifára megkapod a módit, jó? Már amikor live-ozok nyilván, az a baj, hogy nem sokszor, munka miatt. Na szóval akkor 2-0, úgy látszik, hogy minden rendben van. Nem jött össze egy csel. Tudjátok, mit hiányolok az NHL-ből? Azt, hogy nem rakták bele a magyar válogatottat. Megpróbálunk egy cselt csinálni. Ott a bejátszás! És nincs meg a harmadik. Már mit akar ez? Hú, bazd meg, még védett a kapusom. Na, akkor most indulhatunk a támadással. Egyébként nem tudom, hogy NBA-zni mennyire szerettek, mert én letöltöttem a Game Access nevű applikációra, ugye az havi előfizetéses, és most már ingyen le lehet szedni az NBA 18-at. Havi nem tudom mennyi, 2000 forint, vagy még talán annyi sincs. Gyerekek, és még nem volt kiállításunk. Á, most lesz. Kik küldtek le?
Leszettem az NBA-t, megvan. Új beszédblokk volt, ezt figyeltétek? Állj! Menj onnét! Húha! Jó, hát majd még gyakorolok rajta. Egyébként én nem tudom, kerestem a karriermódot rajta, hogy nyitok egy karriert egy csapattal. És ugye ott nem úgy van, mint a FIFA-ban, hogy legalábbis én, ahogy átnéztem azt a játékot, nagyjából egy fél órát szüttyögtem vele, gyakoroltam. Nem olyan nehéz amúgy. Csak ott kell csinálnod egy karaktert, és gondolom onnét kezdve tudsz játszani, vagy én nem tudom. De viszont kezd az ellenfél ideges lenni. Menjünk vissza. És akkor ennyi. És hú, de felérődjük. Atya úristen. Egy lövés. Jó mellé. Ez nagyon gyenge volt, ez a fonák. És majd most. Ott a harmadik. A gyerekek. Három nulla. Ja, azt azért elmondom, hogy félprofi játszok még, így a NHL-lel. Úgyhogy ahhoz képest nem lesz. Megpróbáljuk profi szinten is nyomatni. David Gilbert. Hattrick. Jól van, csak barátkozzatok. Én mindig elfelejtem, hogy hova valósiak vagytok. Igen, egyébként nagyon szeretnék NBA-t live-ba csinálni, sőt, nem tudom az F1-et mennyire szeretitek, az melyik van meg a 15, F1 15, de hát az is brutális, ugye, nagyon jó egyébként. Sokban nem különbözik a 18-tól, de most mehetünk kapura? Nem mehetünk kapura? Vége van a harmadnak? Na hát akkor 3-0-ás harmadot produkáltunk, az szerintem marhára jó. Na hát nézzünk egy statisztikát, ugye 3 gól, 13 kapura lövés, 3 el is találta a kaput, 3-ból 3, marha. 100%-os teljesítmény. Én észre se vettem, hogy le volt egy 2 perces kiállításunk. Jól van. Kezdjük a második harmadot, ugyanezzel a lendülettel. Ja igen, 3 pécs, oké, meg vagy. Zombiéra jobban nem emlékeztem, hogy ő pápai. Kíváncsi vagyok, hogy FIFA-ba tudunk-e nyitani valamit, csináltam Liga SBC-ket is. Kaposvári vagyok, kérlek szépen, itt lakom bent Kaposváron. Az de nagy védés Viszentünktől, Kóger,
Aj! Három egy! Egyébként nem laggol? Hát durván igen, 100 kilométer, ja. Három, akkor kökén tudod, hogy hol van, igaz? Ott van Pécs mellett valahol. Majd a végén rábaszok erre az ellenfélre. Elmentünk 3-0-ra az első harmadban, most egy kicsit. Most meg itt kapkodunk. Basszus 3-2. Uha! Gyerekek, mi van? Meddig tart a lag? Ez a lag, ugye, ha szoktátok nézni az NHL-es sorozatomat, ugye ezt a season, mindig két meccset játszok le. Tehát ez az első, ugye még ezen kívül még egyet. Tehát két meccs és ennyi. Hát ez durván egy óra pár perc szokott lenni. Azt a mindenit. De nagy védés volt. Persze, addigra meg lesz neki a módja, jó. Hát meg ott lakik a kollégám, kökénbe. Nem lenne jó 3-0-ról zapózni. És mit tanultok? Basszus. Na akkor próbáljuk már egy gólt lőni. Háj, basszus. Húha! És meg tudtuk előni? Az egy szép szerep. Csak nem kiállít. Gyerekek! Pécsre? Húha! Hát ritkán.
Ritkán járok arra, inkább tatafele járok, mert ott dolgozom. Hú, gyerekek, nagyon feljött ez az ellenfél, a BSV. És nem sikerült beütnünk, ember hátrányból is támadunk, nincs mese. Valaki hozza ki onnét. Látták, apám? Ne szórakozz! Hogy? Baszki 3-3. Halljátok, 3-0-ról 3-3. Mit szóltok hozzá? És mit csinálták aztán? Ha szép. Gyerekek, mi történt itt egy harmad óta? Micsoda? 10 000, amit aztán mentem. Hát én nem kézizek. Jaj, ne! Mi mindig egy perc hátrányba vagyunk, ebben hátrányba. Igen, én vagyok az. Ez egyik már lőni. Baszki, mi van ott? Nehogy már. Gyerek, még a végén fordítanak ebbe ez egy harmad ballon. Kontrírozni, vagy mi ez? Hát én megmondom őszintén, most kapásban azt tudom, milyen játék az. FIFA, NHL, F1, ezekkel foglalkozott, igazából nem. Sima Xbox. Xboxban. Nem az X, meg az ilyesmi. Ha arra gondolsz. Na és akkor vége a második harmadnak. Hát elég szarul nyomtuk ezt a harmadot. 3-3. Hú, de iszonyat szar. Atya Isten. 36 lövéssel bír a VSV, mi csak 16-tal. A halövöldözős játék. Hú, hát még PC-n kodozni, kodnégyezni szoktam LAN-ba, meg ilyesmi. Moha, ezekkel szoktam PC játszani. Meg vannak ezek a játékok? Persze. És lőjük be!
Baszki. Handball 18 kézilabdára gondolsz, nekem volt egy ilyen szimulátoros játék kézilabda. Nyitcén, de hát az már nagyon régen. Mikor? 4-5 éve körülbelül van 18-as kézilabda játék. Ezt már jó mellé lőttük, figyeltétek? Van handball 18, ez most komoly? Az azért úgy kemény. Xboxon van handball 18, és jó, jó játék. Na majd nézek róla izét, bemutatót. Gyerekek, most már be kéne ütni a negyedik gólt, nem? Ha nézzek róla tutoriált, vagy valami gameplayt. Hú, ezt most még ütöttük ki. Harmadik harmad 11:37 ment el. Gyerekek. Nagyon-nagyon el lett toszorintva ez a meccs. Az a milyen ké? Jelen ez a negyedik gól bizony. Új, bakker! Az a gáz, hogy itt ha nem nyerünk, vagy ha hosszabbításban is nyerünk, ugye azért két pont jár, ha jól tudom. És két ponttal vagyunk lemaradva a Linztől, aki ugye a tabella elején van. Úgy de szép volt az a bok! Ott a gól! És védi! Ha! Hihetetlen. Háj! Hubbázz meg el, ez egyszer voltam. Húha, ez jó kérdés, Áron. Én mind a kettőt ugye egyformán szeretem. Nyilván a FIFA-nak nagyobb a keletje, többen játszanak vele. Az NHL-en akkor inkább így fogalmazok, hogy nehezebben tudom felbaszni az agyamat, mint a FIFA-n. De hogy mondjam neked, ezek a bírói ítéletek, amik vannak mostanában, engem kiagyalnak a FIFA-ból bírók egyébként kajakra. Hú, bazd meg! Kiállítás lesz sajnos, nem tudtam más csinálni. Szia Dezse! Egyébként amióta a Legacy Defendinget használom, a Scott Butlersban, a gép ellen, kurva jó a védekezés. Védj ki viszont én! Ne adjuk vissza! Már így is elég baj az, hogy 3-0-ról engedtük az ellenfelet kiegyenlíteni. És ugye ember hátrányban vagyunk, ha jól bizony.
Aj! És most el tudunk indulni. Legacy Defending gyerekek, RB és a BA egyszerű nyomásával rettentő jól lehet védekezni amúgy. Esélye nincs a gépnek, úgymond persze azért úgy is kapunk gólt. Meg a 11-eseken vagyok fönnakadva, egyszerűen nem tudom a hülye gépet megvenni 11-eseknek. Hol van? Igen, csak hát ugye a tehát online szezonban azt nem tudod használni nyilván, mert ott tactical defending van. De nagy szerelés volt az. Na hát megúsztuk az ember hátrán gyerekek. Nehogy most kapjunk gólt. Azt a mindenit. Az nagyon kemény ez a meccs. Hogy keményé tettük. Ott van! Állj, ott volt a botunkon. Új, de nagy védés, emberek. De kéne az a negyedik, de kéne az a... És akkor most ugye tudjátok mi jön, a harmadik harmad után a döntetlen. 4-4 ellen. Hát én VR-ben nagyon be se tudok kerülni. Egyrészt nincs rá időm. Másrészt. Mi van zsombikám, mit bontál vissza? Na gyerekek, de most aki üti a gólt, ugye az nyer. Ugye ez hi... Jó. Ó, bassz. Ja. És nincs bent. Még fiatalon vagytok a csajozáshoz, nem? Na és akkor most induljunk el kapura, aztán lőjünk egy gólt. És nincs bent, ez se. Nem akarunk félpályásokat. Ember előny kinek? Nekem? Na most kit küldenek ki? Tőlem küldem, én támadok és tőlem küld ki ember, ember hátrányba. Azt a kurva. Hát ez kemény, nem? Gyerekek.
Ez egy kurva nehéz lesz azért, ha 4-3 ellen. Megpróbálom ezt beverni. Nem. Hát ez jó kérdés. De nem tudom, miért küldte ki. Azt én is szeretném tudni egyébként. De most ezt be kéne verni. Ez minden kivéd ez a kapus, hallott? Kapott 3 gólt, aztán azóta minden véd. Ez is érdekes. Hú, ne eljutunk a félpályásokig, gyerekek. 36 másodperc. Ezt megvenni! Vagyom. Azt kéne. Most meg ott elmirázott, na mennyi már utána! Hát, de ezt is elbasztuk! Na jól van! Hát akkor jöjjenek a félpályások, hát ezt megmondom őszintén, nagyon nem gyakoroltam rá sose. 3-0-ról hallod, az első harmadban lőttem 3-at, utána a másikban ők lőttek 3-at. Jajjaj. Hát szerintem ebben végem lesz. Jó, 1-0. A szoros, mert csak most ugye itt 2 pontot, én úgy tudom, hogy ugye 2 pont jár, aki így félpályásba nyer, 1 pontot meg, aki veszít ezekbe a félpályásokba. Na, Kóger Dani! De ezt meg kéne fogni. Az a szép volt, Vicente. Bravo. Jó ment volna egyébként oda pont sarokra. Esetleg valami ötlet, hogy hogyan tudnád belőni egyet Dezse? Dezse meg csak itt mosolyog. Találjék? De játszasz te is az NHL-re, vagy mit tudom én. És nem sikerült ezt is belőni te. Hát itt alszunk ezen a meccsen komolyan. Hát nem igaz, hogy mindent megfog. Jó, de mondd, hogy nincs meg a kiterül. Na akkor adjál már valami tippet. Ne, game egy nincs föl, nem tudod leszedni. Hát a sarkot persze, én is arra célzok. És kikaptunk, gyerekek, kikaptunk, nem hiszem el, bazd meg! De mindjárt a visszavágom, mert éppen ezen csapat ellen játszunk a következő bajnoki meccsünket. Oké, jó van, játszhatunk.
Basztus kulcs! Na mindjárt megnézzük, hogy járunk. Hát ez nem hiányzott, ez a vereség amúgy. Na, hogy áll a tabella? Maradtunk a második helyen. Egyébként. Viszont 3 ponttal elment a Linz. És a VSV ellen játszunk, ugyanúgy, mint most. De viszont ott van a nyakunkon a Dornbirner csapata. NFL! Na, következő meccs. Villak ellen játszunk, kérem szépen. Én most is az ellen játszottunk én szerintem. Hogy állnak ők? Villak. Ja, itt vannak a 9. helyen. Hát ők ezzel a győzelemmel akkor nem léptek fel. Mi se csúsztunk le. Hát menjünk, és akkor most tényleg ne rontsuk el három, hogy tudunk 3 gólt ütni, akkor már ne egyenlítsenek ki 3-0 után. Hát akkor most ugye tiszta kék, kék mez, fekete nadrág, kék sportszárba vagyunk mi, fehér mezbe a Villak. Hajrá! NBA-t én is tolom. Úgy tolom, hogy még gyakorolgatok benne. Ja, azt mondja, hogy... Dezső, a zene fel az nehéz? Egyáltalában ott a szabályokkal kellene tisztában lenni, és akkor először is nem. Na, hajrá! Fehérvár, vissza kell vágni az előbbi vereségért. Ez a hülye csel, hallod? Mit talált ki? És már is kiállítás. Hát én a szabályokat nem ismerem egyébként az NFL-ben, úgyhogy... Na mindegy, nem jól állunk, mert egyből kapunk egy kiállítást a villámedenek. Múlt héten olyan fasz a két sima győzelmen volt. Egy 6-2-es és egy 5-2-es győzelem. Nézd a... Elment a fasz? PES 18, hú, de sokat PES-eztem PC-n még abba az időbe. Nem így akartam. Állj, hova? Gyerekek, hol vannak a csatárok? Na de az a lényeg, hogy az ember hátrát megúsztuk. Azt a mindenit hallod! Hát most ezen el lehetne vitatkozni, hogy melyiknek jobb a grafikája egyébként. De a lényeg az, hogy vezet a Villak 1-0-ra, úgyhogy gáz van. Jó, mondjuk még csak az első harmadban vagyunk.
És megfogja, bazd meg, hallod. Ha! Dezse, ne vigyorog! Olyan van, hogy visszafejlődök, hallod? Az első meccs első harmada olyan jól sikerült, hogy kész. Ez azóta semmi. Hát ezt majd belelövöm a kapusba. Na, szép lett volna. Azt a mindenit! Úgy lőnek, mint a FIFA-ba, hallod? Épp, hogy megnyom a gombot, aztán már fölé megy 3 méterre. Hey, Dani, Dani, Dani. No, I don't need. Azt kívánom, hogy szedte ki a korongot, hallod? És elakadt bent, baszolni. Mert most koncentrálok. És! Hallod, majdnem elment a izé alatt. Persze van messenger, hogy ne lenne. És ezt is fogna, hallod? Béla. Azt a bekárt, de hova? Na hát akkor vége az első harmadnak, 1-0 oda. Ha, minden. Hát miért megkeresed a
rendes nevemen, aztán ennyi. A Facebookon Tóth Gábor, aztán kész, ennyi. Ezt nem hiszem el, bazd meg, hallod, ugye, bocs. Hát ezt nem hiszem el, hogy mindent megfog a kapusuk, hallod? Az egy szép szerelés. Hát nem megy a gólövés, nem tudom miért. Ott a gól! 1-1. Hú, az már kellett. Na, srácok, ne veszek egyetek. Egyedítettünk, hallod? Na, akkor mégsem egyenlítettünk, jól van. Egyébként nem tudom, miért nem adták meg, mindegy. Hú, mi volt ott? Így például a kapus. És ez sincs bent, hallod? Na ilyen srácok, mi történt ott a tüzéval, milyen nem, Dezsével? És ez sincs meg. Gyerekek, mindent kihagyok. Ami létezik, gyerekek, mindent kihagyni. Mindent, bazd meg. Ott a gól! Ez már gól, 1-1. Lehet örülni, srácok. Szabó Dániel a gólszerző, 1-1.
Gyerekek, 15 óra 30-ra fogom kitenni a FIFA-t, jó? Nem volt kicsi gól. Tehát 15 óra 30-kor FIFA, oké? Okay? Azt megmondom, ez szinte egy paszkod. Oké, tehát 15 óra 30, jó. Mert ennek körülbelül vége lesz 14-20 környékén szerintem, és akkor még nekem is kell egy kis idő, kirakom meg, stb. Jó. Hogy csináljuk? Van két verzió. Csináljuk meg a Scott Buckley's live-ot most, és este csináljunk egy pack openinget, vagy a másik lehetőség. Megcsináljuk most egybe a Scott Buckley's, ugye négy meccset, és egybe a pack openinget. Hogyan csináljuk? Szerintem külön kellene, nem? Este csinálni egy pack openinges live-ot. Megpróbálok egy 20 csomagot összerakni. Jó. Akkor külön fogjuk nyomni, jó? Jó, akkor külön lesz. Ú, de hova, hova ez a passz? Ez meg fölé bazna. Na és most mehetünk kapura. Még előbb is belefér. Na, jó. Helyes. Nem tudom, hányan nézik egyébként. Hát ennél sokan biztos nem. Tipát is nem tudom, hogy majd hogy lesz. Mindegy, nyomjuk. Játszunk, az kész. Azt hisz, most hogy járunk egyébként? Szarul, de büszkén. Ez volt a második, harmad. Jó, oké, egy-egy. Megjön a harmadik, harmad, és megint X-re állunk. Viszont minden nagyobb végtél. Összakorongott, haver. De hova, ember? Sokszor vannak aztán egy kis értelmes passzok, mint a FIFA-ban.
Ott Tamás, nincs ott a második. És ezt is fogja a kapusok. Haver, ez mindent fog. Ez kipattan a kapusról, bazd meg. Így van. Kilódunk ezen a meccsen is egyébként. Ennél azért jobban szokott menni a játék. De lehet, hogy itt a csapatok is már talán jobban nyomagépít a azért. Szezon vége fele. Ott a második. Így is van, vezetünk 2-1-re. Hú, Jeff Lobecki jó. Csak most már meg kellene tartani igazából. Akár ezt a 2-1-et, ha nem is lövünk mellé volt. De viszont meg is kapunk volt. És elhozzuk a bulit. Ez mindig jó, hogy elhozzuk a bulit. Azt a mindenit. Hát azt hittem, hogy mindjárt azonnali hatállyal fognak egyenlíteni. Ez a miénk. Így van, és akkor mehetünk kapura. Az kemény volt azért. Mi történik most? Oké, csak. Az de nagyság volt. Érzitek, hogy jön a harmadik? Nagyon érik amúgy. És nem tudom ráhúzni úgy, hogy a kapus mellett fölel menjen. Bálai mellett, fölött. 8,5 perc, 2-1-re vezetünk. Húha, Vince, ezt elfújtad. Oké, Viszentin a helyén van. Poposzkodás. Újabb bulit hozunk-e? Az utóbbi 4 bulit elhoztuk, ez nagyon jó. Nem tudom, ez a cser most mire volt jó. Nincs semmi, az nem volt szabálytalan. Ott gond van? Húha!
Kösz szépen! Ott talapkorunk bent is nem tudtunk élni, amik ez nem is volt a nagy lehetőség. Baszki! Ajta meg mentés volt, az igen. Erdély. Aha, ez nem. Ez, és ember előnyben leszünk, vagy ők? Ez mindig egy dilemma. Igen, akkor vége lesz a live-nak nyilván, és majd akkor 15:30-kor. És egyen litterek, ezt nem hiszem el. Nem tudtuk kihúzni ezt az 1 percet már. Akkor megint hosszabbítás lesz. Ne baszna, kapnák egy gólt most, inkább ütni kéne. És ez sincs bent. Ó, mi volt ott a jó ég. Tizenhárom másodperc. Talán lesz egy kapura lövésünk. Talán. Hát akkor lehet a hosszabbítás. Bakker. Igen, így a 4 ellen. De gyenge lövés volt egyébként kurvára. Kapuban, hallod? Ez hihetetlen. Hát nem szeretnék megint félpályásokat, azt megmondom. Ott a gól! Behúztuk a meccset! Nincs itt szükség semmire se, pláne félpályásokra, jól van? Oké, a buli! Megvan a meccs, srácok! 2 pont ide!
Nagyon jó. Bravo, bravo. Hát igazából a statisztika az övüké. Töpfelőt. És akkor Putira, Szabó és Lovetti, jó. A három legjobb. Jó gyerekek, hát ennyire volna egyelőre a live. Egy vereség, egy győzelem, megnézzük mindjárt a tabellát. És ez holnap folytat. Holnap? Mi lesz holnap? Hát nem tudom. Nem tudom, hogy belefér-e a holnapi napban még egy karika. Nézzünk egy tabellát egyébként. Szóval a Linz még mindig ott van az első helyen. 3 ponttal ment. Hát ugye nyilván ők is nyertek. Villakhoz maradt a 9. helyen. Ők kaptak egy pontot, nyilván azért nem most hosszabbításba tudtunk nyerni. És mi? Itt vagyunk a második helyen. Szüttirol van mögöttünk 3 ponttal. Don Wiener a 4. és a Zágráb az 5. Hát ők már azért egy picit jobban lemaradva. A góla rányunk pedig biztos mindenképp. Plusz 14-es, szerintem ez se rossz. Na gyerekek, én ezzel befejezném ezt az Emigeres live-ot. Úgy durván egy olyan másfél óra múlva, tehát 15.30-kor találkozunk a FIFA live-val, 18 Skatback lesz, lenyomjuk az első 4 meccset, vagy 5-öt, hiszen ugye van még a 4 előtt egy meccs. Úgyhogy találkozni fogunk 15.30-kor. Én Gaben voltam, sziasztok, szia Modi! Hello, hello, találkozunk 15.30-kor.